Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Linkréka Anna vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Mínuszok után itt a meleg rekord. Hatalmas terhelésnek van kitéve a szervezetünk. Kedvezmény. 20%-ot tudunk visszaigényelni a személyi jövedelemadónkból. Felújítás. Korszerűsödött a Dunaföldvári Magyar László Szakképzőiskola tankonyhája. Munkabiztonsági konferencia. A Tolna vármegyei kereskedelmi és iparkamara adott helyszínt az eseménynek. Ma már közismert az időjárási frontok emberi szervezetre gyakorolt hatása. Vannak, akik vegetatív idegrendszere érzékenyen reagál a légköri és hőmérsékleti változásokra. Ezek hatása náluk fáradtsággal, munkateljesítmény csökkenéssel, koncentráció és alvászavarokkal jelentkezik. Mások számára a fennálló betegségeik, mint például a szív- és keringési zavarok, reumás panaszok, fájdalmak fokozódhatnak. Múlt héten sarkvidéki hideg tört be az országba, csütörtökön pedig már meleg rekordok váltották egymást. A frontok sorozata mellett a változások gyakorisága és annak amplitúdója az, ami még az egészséges emberek szervezetét is megviseli. A szervezetünk amúgy ilyen kölcsönhatásban van a környezettel, de ehhez régebben alkalmazkodtunk, most viszont alig mozgunk, fedett helyen vagyunk, és ez itt szokatlan. Persze ez egyéni az érzékenység. A melegfronti hatásoknak a legfőbb mellékhatásai a fáradtság, ingerlékenység, alvászavar, sokszor a vérnyomás kiugrik, a vércukor meg tud egy kicsit bolondulni, akik ugye erre érzékenyek, illetve megvan az alapbetegsége. Elsősorban a idősebb korosztályt érinti, illetve azokat, akiknek komolyabb alapbetegségei vannak, kell mindenképpen oda kell figyelni. Megfigyelték, hogy a közlekedési baleseteknek is a száma fokozódik. Azonban nem csak a közlekedési balesetek száma, hanem a szív- és érrendszeri betegeknél az infarktusok száma is jelentősen megugrik az egyes időjárási változásoknál. Csütörtök napközben jóval 15 fok felett alakult a nappali hőmérséklet, majd egy komoly lehűléssel péntek reggelre visszatérhetnek a fagyok. A határozott melegfronti hatást követően már egy erős hidegfront fogja érni a szervezetet. Ennek nem jó vége van, mert én is nagyon szenvedek ebbe az időjárásba. A lábaim, a derekaim fájnak, úgyhogy nem kedvező ez az időjárás. Ma még tűrhető, de holnap már megint hideget mond. És ezt az embernek a szervezete, főleg már ilyenkorban még a fiatalokat is megviseli, a gyerekektől kezdve mindenkit, hát majd csak vége lesz egyszer, reméljük. A házi orvos hozzátette, ezek már olyan terhelések, amelyeket az egészséges szervezet is nehezen visel el, az időjárás érzékeny emberek számára pedig ez különösen nehéz időszak. Fejfájás az szokásos ilyenkor, úgyhogy már készültem rá, de amúgy hál' Istennek mi nem vagyunk abban a korban, hogy annyira oda lennénk szerintem. Úgyhogy Isten igazából ennyi. Dr. Szabó Gábor arról is beszélt, hogy mit tehetnek ilyenkor az erre érzékenyek. Igen, érdemes erre fölkészülni, aki tudja, hogy érzékenysége van, akkor figyelj ezeket az orvos-meteorológiai jelentéseket, akkor erre rá lehet készülni. Hát például, aki magas vérnyomásra szed gyógyszert, az azért nézze a vérnyomását, és arra odafigyeljen, hogy az orvos által előírt gyógyszereket rendszeresen időbe szedje be, hogy megelőzze a vérnyomási ugrásokat. Ugyanígy az akár a cukorbetegségre is. És hát aki tudja, hogy ilyen hatásra van rá ez a front, hogy például nem tud rendesen aludni, tehát kialvatlan, akkor az a másnapi autóvezetést is akkor így gondolja át. A szakember kitért rá, hogy a meteorológiai szélsőségekre való érzékenység akár a gyerekeknél is előfordulhat, jellemzően koncentrációs tanulási nehézséggel és alvás problémákkal reagálhatnak rá. Mindennapi kiadásaink optimalizálásával segítenek a Magyarországon működő egészség és önsegélyező pénztárak, melyekre az állam 20% adókedvezményt biztosít, amit a személyi jövedelemadóból tudunk visszaigényelni. 20%-os adókedvezményre hívja fel figyelmünket Bóka László. Nagyon fontosnak tartom, hogy a mindennapokban optimalizáljuk a kiadásainkat. Erre nagyon jó lehetőséget biztosítanak a Magyarországon működő egészség- és önsegélyező pénztárak, ahol ugye a meghatározott szolgáltatási körökre, illetve a megfelelő
kiadásokra az állam 20% adókedvezményt biztosít a lakosság számára. Ugye rendkívül fontos az, hogy ezek felhasználhatóak például a gyermekek tanévkezdésére, támogatására, tartalékképzésre, vagy mondjuk akár az elhalálozás, vagy akár a lakáscélú hitelek esetében is. A magyar állam biztosítja a lakosságnak az adókedvezményt, ami a személyi jövedelem adóból igényelhető vissza. Arra bíztatom az embereket, hogy ezen kérdésekkel, témákkal mindenképpen forduljanak a pénzügyi biztosítási szolgáltatókhoz, ugyanis vannak olyan konstrukciók, amelyeken keresztül ezek a lehetőségek kiaknázhatóak. A pénzügyi szakember szerint nagyon kevesen használják ki ezt a lehetőséget. Ezeket a tanácsokat megfogadva még többet tehetünk anyagi biztonságunkért és a kiegyensúlyozottabb életünkért, így a stressz is kevesebb lehet. Most rövid híreink következnek. Árokba hajtott, majd egy fának ütközött egy személyautó, szerdán éjfélkor Faddomborinál. A két utas közül az egyik önerejéből szállt ki a járműből, míg a másik életét már nem lehetett megmenteni. A baleset helyszínére riasztott paksi hivatásos, tolnai önkormányzati és faddi önkéntes tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki az áldozatot a roncsból. A baleseti helyszínelés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. A múlt heti hideg időjárás alatt jelesre vizsgázott a hajléktalan ellátórendszer és a lakosság gondoskodásból, közölte a Belügyminisztérium gondoskodás politikáért felelős államtitkára Facebook bejegyzésében. Fülöp Attila tájékoztatott, a nagy hideg miatt elrendelt vörös kód hatája alatt 1500 bejelentés érkezett a diszpécser szolgálatokhoz, és 153 személy rendkívüli elhelyezésére került sor. A rendszer kihasználtsága január 12-én országosan 77%-os volt. Felújították a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum Magyar László Szakképzőiskola tankonyháját. A helységet a cukrász, szakács és pincér tanulók használják. Új cukrászműhelyel bővült a Dunaföldvári Magyar László Szakképzőiskola. Németné Márton Renáta, az intézmény igazgatója elmondta, korábban csak egy konyhában tudtak dolgozni. A tanuló létszám növekedése indokolta a bővítést. Így akár egy időben tudnak tevékenykedni a cukrász, szakács és pincér tanulók is. A fűtési rendszer az a teljes épületre vonatkozóan megújult, egy új hőszivattyús fűtési rendszer került kiépítésre, amely az épület egészét kiszolgálja. Az egyéb rész pedig ugye itt a mögöttünk is látható új cukrász tanműhely teljes kialakítása volt, új helyiségekkel és teljesen új berendezéssel került ez kialakításra, új korszerű gépeket tudtunk ide beszerezni, hogy az oktatás színvonalát tudjuk növelni. Az igazgató tájékoztatott arról, hogy a jövőben szeretnék az étteremrészt és a szakácskonyhát is fejleszteni. Ezt a nyári időszakra időzítik, így a munkálatok nem zavarják majd az oktatást. A 9. osztályban turizmus vendéglátás ágazaton ismerkednek mindhárom szakmával a tanulók. 9. év végén az ágazati alapvizsga után választanak igazából szakmát, hogy melyiket szeretnék elvégezni, és utána pedig 10-től duális képzőhelyre mennek ki a tanulóink. Ennek ellenére, hogy kimennek duális képzőhelyre, a tanulók vannak azért olyan alkalmak, amikor itt bent az iskolában, a tankonyhában is tudnak gyakorolni. Gavrilovics Pacs Rita szakoktató szerint a korszerű berendezésekkel és eszközökkel minden fontos munkarészt meg tudnak mutatni a diákoknak. Először ugye mindig az alapoktól kezdjük, hogy hogyan mérünk ki, megismerkednek a gyerekek az alapanyagokkal, megismerkednek a gyerekek ugye a termékekkel, amiket használunk, aztán ugye minden olyan eszközt bemutatunk nekik, ami a szakma használatához fontos, és igazából így tanulják meg azt, hogy hogyan tudják ezt jól használni, és hogyan tudnak minél szebb és minél igényesebb munkát készíteni. Barcs Dominika Maja korábban már elvégezte az iskolában a cukrászszakot, jelenleg szakácsként tanul a könnyebb elhelyezkedés érdekében. Általában az elejétől kezdünk mindent, tehát hogy a legapróbb dolgoktól, hogy kell dolgokat lássatok megtisztítani, megpucolni, utána apróra vágni, mindenféle előkészítést megtanulunk, és utána bonyolultabb folyamatokat. Az idei szakmai vizsgákra már az új tanműhelyben készülhetnek a diákok. Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót.
A kereskedők pozitív fordulatban bíznak, az építőanyagpiacon az év második felében részben a kamatkörnyezet javulása miatt, tájékoztatott az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége. Juhász Attila, a szervezet Magyar Építőanyag Kereskedelmi Tagozatának elnöke felidézte, hogy tavaly novemberben a szektor rendelésállománya jelentősen visszaesett 2022 azonos időszakához képest. A kiadott lakásépítési engedélyek és egyszerű bejelentések száma 35 ezerről 20 ezer alá esett. Az állam és önkormányzati megrendelések pedig drasztikusan csökkentek. Ilyen előzmények után a 2024-es kilátások nem jók, mégis lehet reménykedni abban, hogy az év második felében bekövetkezik egy pozitív fordulat. Ez főként azon alapulhat, hogy a kamatkörnyezet folyamatosan javul, az alapkamat a várakozások szerint év végéig 6% körüli szintig csökken. Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén megszavazta a fogyasztók hitelesebb tájékoztatását, valamint a környezetbarát jelleget alaptalanul állító címkézés tilalmát előíró jogszabályjavaslatot. Az új szabályok értelmében az Európán belül megtévesztő üzleti tevékenységnek minősül majd, és így tiltott lesz az úgynevezett zöldrefestés, valamint a termékek hasznos élettartamának tervezett szándékos lerövidítése is. Csak azok használhatják majd a zöld jellegre utaló, környezetbarát, természetes, biológiailag lebomló, klímasemleges és más ökóhivatkozásokat a címkéken, akik ezeket az állításokat tételesen bizonyítani is tudják. A Magyar Munkavédelmi Akadémia tartott konferenciát Szekszárdon. A különböző munkahelyek veszélyeinek, biztonsági megoldásainak ismeretével igyekeznek hozzájárulni, hogy a munkaerőpiac képviselői minél szélesebb körben kapjanak tájékoztatást az őket érintő változásokról. A konferencián ismertették a munkavédelmi törvényben várható módosításokat is. Immáron második alkalommal tartották meg a Tolna vármegyei kereskedelmi és iparkamarában a Magyar Munkavédelmi Akadémia munkabiztonsági konferenciáját. A célja a szakmabeliek tájékoztatása, illetve a munkáltatók érzékenyítése kicsit a munkabiztonság felé. Az eseményen olyan fontos témakörök kerültek terítékre, mint az innováció, a munkavédelmi törvény legutóbbi módosításai, illetve Gedeon András, a Magyar Munkavédelmi Akadémia egyik alapító tagja beszélt a munkavédelmi képviselők fontosságáról. Az akadémia egy egész fiatal szervezet, hiszen 21-ben alakult. Itt az alapító tagok és most már néhány új tag dolgozunk együtt, tehát itt azért egy-két tucat emberről van szó, akikről azt mondhatjuk, hogy tagok, de hogyha azt nézzük, hogy kik azok, akik már ilyen-olyan módon kapcsolódnak az akadémia munkájába, képzőintézmények, cégek, más szervezetek képviselői, magánemberek, foglalkozás, egészségügyi orvos, munkavédelmi szakember, akkor azt látjuk, hogy azért ilyen értelemben bővül ez a merítés, akik együtt gondolkodnak, együtt dolgoznak. Fontos megemlíteni, hogy ha csak a Facebook közösséget nézünk, azt is ide vehetjük, hiszen ők is már valamilyen módon próbálnak bekapcsolódni ebbe a közös munkába. Az alapítók között van munkavédelmi szakmérnök, technikus, orvos, foglalkozás egészségügyi szakember. Tudásukat, széles körű nemzetközi tapasztalatukat és kapcsolatrendszerüket többek között az energiaszektor, autóipar, építőipar, elektronikai ipar, biztonság, egészség és környezetvédelmi területein kamatoztatják. Ez azért fontos, mert ugye nem csak a tudás megosztásról szól egy ilyen egyesület, hanem arról is, hogyha bármilyen változás történik a szakterület életében, ugye munkahelyi biztonságról beszélünk, akkor azt szakemberek megvitatják, akár közös álláspontot alakítanak ki, és ezt ki tudja hangosítani, mint egy non-profit szervezet, hogy ez egy összesített vélemény, szeretnénk erről beszélni, érdemes erről beszélni, akár publikálni is, és ilyen módon van az, hogy valóban megjelenünk ugyanúgy a médiában, valóban felkeltjük a figyelmet, egy ilyen kis belső pezsgést idézünk elő, úgyhogy sokkal kiforrottabb véleményünk, rálátásunk van egy-egy változása. A cél a munkavédelmi szakma értékének, presztízsének és elismertségének növelése. Regionális híreink következnek. Az árucikkek visszavételének feltételei vannak. Az online vásárlások veszélyei. Szállodák. Kiemelkedő foglaltsággal zárták a decembert a balatoni hotelek. Pécsiek a Bamako Rallin. Adományokkal indul afrikai útjára az egyetemi csapat.
Nemrég ünnepeltük a karácsonyt, ekkor sokan vásárolnak különböző termékeket önmaguknak és ajándékba is. Azonban előfordul, hogy nem tetszik, nem jó a méret, vagy éppen két darabot kaptunk valamiből. Az árucikkek visszavitelének komoly feltételei vannak. A legfontosabb azonban az, hogy a vásárlói blokk meglegyen. Az online vásárlásoknak pedig lehetnek veszélyei is. A fogyasztóvédelemnél járt stábunk és az illetékes szakembert kérdeztük a témában. Nem mindegy, hogy milyen okból visszük vissza a megvásárolt terméket. Lehet meghibásodott, vagy a termék hibátlan, csak éppen meggondoltuk magunkat, vagy többet kaptunk, esetleg nem fele meg az ízlésünknek, vagy a mérete nem jó. Abban is különbséget kell tenni, hogy hagyományos üzletben történt a vásárlás, vagy online felületen, mondta Kerner Helga, a Baranya vármegyei kormányhivatal fogyasztóvédelmi osztályának vezetője. Bármelyiket is vesszük alapul, az a fontos, hogy meglegyen a fizetési bizonylatunk, hiszen azzal tudjuk bizonyítani, hogy hol, mit, mikor és mennyiért vásároltunk, ugyanis a fogyasztónak kell bizonyítania azt, hogy a terméket hol, kitől, mennyiért és mikor vásárolta meg. Fizetési bizonylat hiányában pedig a kereskedők nem kötelesek, mondhatom így, szóba állni a vásárlóval. Az online termékek vásárlása esetén könnyebb helyzetben vagyunk, tette hozzá az osztályvezető, ugyanis legkésőbb a termék készhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül el lehet állni. Ilyenkor egyetlen dolog terheli a fogyasztót, hogy az ő költségén kell visszaszállítani a terméket, hangsúlyozta a fogyasztóvédelem szakembere. A terméknek a vételára, a kiszállítás költsége az elállás esetén a fogyasztót megilleti, viszont az, hogyha a terméket visszajuttatja a kereskedőhöz, akár futásszolgálattal, bármi más módon, akkor annak a költsége őt terheli. Ha viszont hagyományos üzletben történt a vásárlás, és akkor szeretnénk meggondolni magunkat, vagy szeretnénk visszavinni a hibátlan terméket, ott csak és kizárólag a kereskedő jó indulatán, üzletpolitikáján múlik az, hogy a terméket visszavásárolja, vagy le lehet vásárolni, vagy visszaadja a terméknek a vételárát. Egyre több olyan kereskedő van, aki ezt a jogszabályon túl kedvezményként adja a vásárlónak, de itt is joggal kérheti a fizetési bizonylatnak a meglétét. Az online vásárlások esetén nagyon óvatosnak kell lenni. Ebben az esetben többféle fizetési lehetőség van. Itt is lehet utalással vagy bankkártya adatok megadásával fizetni, tájékoztatott a szakember. A bankkártya adatok megadásánál a CVC-kódot véletlenül se adjuk ki, hisz tulajdonképpen az nyitja meg az utat a bankkártyánk mögött lévő pénzösszeghez, tehát az titkos kód. Viszont ha valaki bankkártyadatok megadásával vásárol egy online felületre, és valamilyen vitásügye kerekedik a kereskedővel, vagy mondjuk nem kapja meg a terméket, kevesen hallottak róla, de működik az úgynevezett chargeback szolgáltatás, amit a pénzintézetnél kell igényelni, és vissza tudják hívni a bankkártyadatok megadásával elküldött pénzt a címzettől, mert ha valaki nem kapja meg a terméket, és futhatna a pénze után, akkor ugyan időigényes, de működő dolog ez a chargeback szolgáltatás, ez egy banki szolgáltatás. Összegzésképpen annyit, legyen meg a blokk, és online vásárlásnál soha ne adjuk meg a háromjegyű CV számot. Kiemelkedő foglaltságot hozott a december vége a balatoni szálláshelyeken. A karácsony és a szilveszter mellett a két ünnep között és január elején is sokan pihentek a tónál. Már érkeznek a foglalások a következő hónapokra is, a március 15-i hosszú hétvégére és a tavaszi szünetre egyaránt. Egy-egy szobát, illetve éjszakát leszámítva szinte teljes teltház volt az év vége fele, szilveszterkor teljesen megteltünk, illetve a januári időszak is úgy néz ki jelen pillanatban, hogy egy-egy szabad hely alakult ki most januárban. Kiemelkedő forgalmat hozott az év vége ebben a siófoki szállodában. Főként belföldi vendégek töltötték itt a karácsonyt és a szilvesztert, de a két ünnep között, valamint az új év első napjaiban is teltház volt a hotelben. Január összfoglaltsága 80% fölött lesz, ugye az első hét az teltház volt, a második hét volt egy árnyalattal csendesebb, de akkor is talán a téli szünet utolsó napját leszámítva nagyon szép foglaltságot értünk el, és a hónap végére folyamatosan telt fel a szálloda, így a hónap végére 80% fölé fogunk érni. Januárra kisgyermekes családok és baráti társaságok egyaránt foglaltak szállást ebbe a hotelbe. Mint mesélték, jó időpontot választottak, hiszen a különleges téli balatoni látványról sem maradtak le. Kőszegről érkeztünk,
és azért választottuk januárt, mert hallottuk, illetve látok a felvételeket, hogy milyen szép most a Balatonnál. Mindenképp szerettünk volna egy kicsit feltöltődni, és így esett a választásunk Siófokra. December végén, január elején általában 3 éjszakára érkeztek a vendégek ebbe a siófoki hotelbe, ahol már megkezdődtek a foglalások a következő hónapokra is. Érezhető, hogy ahogy megérkeztek a szép kártya feltöltések a vendégeink számláira, azonnal elkezdték költeni, tehát gyakorlatilag ilyenkor évelején, ez eddig is jellemző volt, de most különösen érezzük, hogy két hónapnyi foglalás, két hónapnyi teltháznak megfelelő foglalást rögzítenek a kollégáim a rendszerbe. Ennyi foglalásunk érkezik az év első negyedévére, sőt, már most már nyári foglalások is érkeznek. A hotel ügyvezetője bizakodó a következő időszakra nézve. Olyan lendülettel érkeznek a foglalások, hogy egyértelműen látjuk, hogy a korábbi legjobb éveinket egyértelműen el fogjuk érni, úgyhogy én azt gondolom, hogy nem lesz semmilyen probléma a tavaszi szünettel, a húsvéttal és az egész első fél évvel sem. Remények szerint a március 15-i hosszú hétvégére és a tavaszi szünetre is teltház lesz a balatoni szálláshelyeken. Indul az idei Budapest-Bamako rallin a pécsi csapat az egyetem támogatásával, erről számoltak be szerdán a felsőoktatási intézményben. 3 fő vág neki az útnak, hogy átszelje Nyugat-Afrikát a célig. Adománycsomagot is visznek magukkal, a helyi falvak szegény körülményein szeretnének javítani tanszerekkel. Ezzel az autóval vág neki a Budapest-Bamako rallinak a 3 tagú pécsi csapat. A rajtszám is rajta van már a járművön. Azt mondják, részletes tájékoztatót kaptak a szervezőktől, amiből kiderült, hogy több veszélyforrásra is figyelniük kell. Például Mauritániában azért a politikai helyzet még elég bizonytalan, tehát ott például egyértelműen utasításként fogalmazták meg nekünk, hogy nem szállhatunk ki a kocsiból, bizonyos szakaszokon folyamatosan kell haladni. Ha bármiféle probléma közben és lecsúszuk az esti bivakszállást, ahol a csapat találkozik, akkor kizárólag csak katonai támaszpontokon, állomáshelyeken vagy rendőrségnél állhatunk meg a kocsikkal, és ott kell pihenni. Tehát lesznek ilyen politikai veszélyes helyek. A másik, amitől én személy szerint a legjobban félek, az az egészségügyi kockázat. A szakemberek azt mondták, az nem kérdés, hogy valamilyen fertőzést összeszednek, azonban ennek a mértéke nem mindegy, hiszen akár kórházi ápolás is lehet belőle. A csapat tagjai ennek ellenére vállalják a kihívást. Minden emberben van kalandvágy. Amikor mi voltunk fiatalok, egyetemisták, akkor még nem volt annyira szabad a világ mindnapjainkban, és ennek a rallinak 15 éves múltja van, tehát most már szerintem kiforta a gyermekbetegségeit, tehát most egy ilyen kevésbé hebrencs attitűd, de mint a miénk is úgy gondoljuk, hogy felelősséggel jelentkezhetünk az útra. Az eddigi tapasztalataink alá is támasztja, hogy rendkívül körültekintően, és tényleg ezt a szót kell használni, hogy felelősség tudatosan készítette elő a szervező, tehát olyan részletes tájékoztatót kapunk, amivel fölkészülhetünk a várható nehézségekre. Az egyetem támogatja a csapatot és rajtuk keresztül a helyi oktatást. Erről beszéltek a rektori hivatalban szerdán. A nemzetközi igazgató, aki egyben Afrika kutató is, azt mondja, összeállítottak egy csomagot a gyerekeknek. Olyan alapvető eszközökkel, tanszerekkel indulnak útnak, amik az ottani körülmények között fontos értéknek számítanak. Például írószerekkel, például, én tudom jól, hát járva ezeket az afrikai terepeket, az egyik legkeresettebb és legmegbecsültebb, egyszerű tárgy ezeknek a fiataloknak, ezeknek a gyerekeknek, az egy toll, vagy két toll, vagy egy notesz, egy füzet, egy papírlap, és ezekből 60 kilónyit gyűjtöttünk össze, raktunk össze, amiket iskolákba fognak eljuttatni egyébként a PTS bamakósok. Tehát ez fontos, hogy hozzá tudjunk járulni, ha akár ilyen csekély mértékben is az ottani iskolafejlesztések, vagy az oktatási szektor fejlesztéséhez. És ezen túlmenően fontos az, hogy mi magunk ott lévén többet értsünk meg, lássunk meg, fotókat készítenek majd, videókat, feldolgoznak különböző élményeket, és ezt majd átadják a kollégák, amikor visszatértek. Ezekből pedig előadásokat készítenek, hogy többen megismerhessék itthon Afrikát, az ott élőket. A Budapest-Bamako rally január 26-án indul. A résztvevők 20 000 kilométert tesznek meg Freetownig 40 nap alatt. Végül mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Mínuszok után itt a meleg rekord. Hatalmas terhelésnek van kitéve a szervezetünk.
Kedvezmény. 20%-ot tudunk visszaigényelni a személyi jövedelemadónkból. Felújítás. Korszerűsödött a Dunaföldvári Magyar László Szakképzőiskola tankonyhája. Munkabiztonsági konferencia. A Tolna vármegyei kereskedelmi és iparkamara adott helyszínt az eseménynek. Pénteken átvonuló hidegfront alakítja az időjárást. Általában felhős vagy borult lesz az ég, eleinte erős, majd mérséklődő észak-északnyugati széllel. Délelőtt fokozatosan gyengül az előreláthatólag még hajnalban havazásba váltó csapadék. Az erős szél miatt a délnyugati, déli térségben a hófúvás veszélye is felmerül. A csütörtökihez képest visszaesik a hőmérséklet. Friss híreinkkel legközelebb pénteken este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!